Jó estét, sziasztok! Patyi Máté vagyok, ez a második elvonulásom, és én tartom a mai dharmabeszédnek a bevezetőjét. Amikor a vonaton utaztam ide, akkor éreztem, hogy én fogom tartani ennek a mai estének a bevezetőjét. Az első megérzésem az volt akkor, hogy sajnos nincsen már nálam borotva, hogy megborotválkozzak. Illetve nem tudok PowerPoint diákat gyártani, így hirtelen pedig. Én nekem általában jó, hogyha van sablon ahhoz, hogy beszéljek. Az előadásom és a bevezetőm az arról szólna, hogy számomra mi a zen, illetve hogy hogyan kerültem kapcsolatba a zen világával. Hát számomra mi a zen, az talán így, ami legelőször beugrott, az egy Popper könyvkezdés, Popper Péter könyvkezdés, ami úgy szólt, hogy két filozófus vitatkozik, hogy Isten jó vagy rossz. És a vita az nagyjából partalan, és akkor van egy ilyen, talán vagy a mesélőnek, elbeszélőnek, Poppernek egy megjegyzése, hogy milyen furcsa, hogy ebben a vitában egyedül a vagy szó jelentését tudnánk úgy, ahogy definiálni. Számomra a Popper könyvek azok ugye eléggé a zen tartományába esnek. És számomra talán amikor őt olvastam, akkor volt először, amikor kapcsolatba kerültem a zennel. Ilyesmi történetek voltak, ahol a vagy szónak a jelentését tudtuk egyedül, vagy történetek, amik szintúgy tükörszerűek, mert igazság szerint csak történetek, nem állítások, hanem csak elbeszélések. Úgyhogy mivel hogy nekem nincsen hasonló története, mint a Poppernek, vagyis nincsen hasonló ilyen zen történetem, mint a Poppernek, továbbra is tartnám, hogy ez olyasmi, hogy csak a vagy szót ismerek, az én is inkább egy saját sztorit mesélnék el, amiben hát számomra így egyre közelebb került hozzám a zenés ez az út, meg a gyakorlás. Talán még egy másik gondolat, ami számomra nagyon zen, az a Karintinak a Nem mondhatom el senkinek című verse. Az nagyon sokat visszhangzott az elmúlt egy-két évben az én elmémben. Nem mondhatom el senkinek, így hát elmondom mindenkinek. Egyre inkább a nem mondhatom el senkinek valósult meg, és nem beszéltem történetet azt nem meséltem el, hogy én igazából hogyan kerültem kapcsolatba a zennel. Sokan kérdezik, hogy mi történt a lábammal itt is, meg úgy általában a mindennapokban. Nyilván ez egy nem mindennapi dolog, hogy nincs az embernek jobb lába, és hogy ez hogy történt, és hogy mi az, ami ide vezetett, vagy mi az út. Úgyhogy erről az útról mesélnék, úgy gondolom, egyébként is soknak ez lehet a kérdés, hogy furcsa, hogy most tart kerüladás, mert 3 héttel ezelőtt a pannonhalmi diákoknak is úgy jött egy adhok lehetőség, hogy tartsak egy előadást arról, hogy tovább tanulás, és akkor ők hova menjenek tovább. Miért ne politológiára, és miért inkább humán ökológiára, mint ahogy én ezt már utamon megtapasztaltam. Furcsa, hogy most, amikor már egyre kevésbé érdekel, hogy mit gondolnak mások, jönnek azok a lehetőségek, hogy tartsak előadást, vagy tartsak bevezetőt. Én nekem a jobb lábamat azt csontrák miatt amputálták. A rák az egy furcsa betegség, egy picit ilyen skizoid állapot, amikor van egy sejted, amit nem te irányítasz, ami már a te szervezeted, a te szellemed irányításán kívül osztódik. Mindenképp képben jön szerintem a spiritualitás, mert
Mert ha egy sejtet kvázi Istennek képzeli magát, vagy valami hasonló, tehát hogy ő már csak önmagát reprodukálja, és nem fogad el egy másik, nem másik, hanem az én krédómat, én útmutatásomat, akkor szerintem mindenképpen képbe jön a spiritualitás, és az, hogy ki vagyok, hogy ez miért van, ez hogy miért történik. És az állapot, ez nagyon zen. Nagyon nem tudod. Keresel tükröt. Először megpróbáltam én az orvosok tükrét. Furcsa, amikor hirtelen a semmiből, de tényleg ez egy szétbulizott nyár után ott ülsz egy doktor előtt egy két héttel korábban történt MR felvétele eredményével, és százalékokban beszélünk az 5 éves túlélésről. Az egy nagyon jó tükör, az egy nagyon... Az igaz, egy nagyon jó tükör. Akkor abba be lehet nézni, és látni lehet igazán olyan erős dolgokat, amik hiányoznak. Erős dolgokat, lehet látni olyan dolgokat, amik hiányoznak. Akkor ezt nem előnyként fogja föl az ember, ez egy nagyon... Ez az a pillanat, amikor úgy gondoltam, hogy hogy minden elveszett, és engem elhagytak. És ismételem, hogy ez egy picit ilyen skizoid állapot, amikor nem te irányítod magadban egy sejtedet, ami már nem is egy sejt, hanem már osztódik, és akkor ha vannak ilyen csodás gyógyulások, és akkor azok miért vannak, és akkor mit kell ehhez tenni, és ez egy nagyon, nagyon, nagyon zen világ, nem tudod. Nem tudod. Azt viszont tudom, hogy nekem, amikor ezt elmondták, akkor mi volt a reakcióm. Akkor, amikor a doktor nekem elmondta, hogy a következő lépés az egy fél év kemoterápia, fél év megműtenek, és majd megint egy fél év kemoterápia protokoll, akkor én ezt halálos ítéletnek vettem. Akkor én súlyra szerintem, nem szerintem, hanem kevesebb voltam, mint jelenleg, pedig akkor ugye két lábam volt. Abszolút gyengének éreztem magam, és én ezt egy halálos ítéletnek vettem, hogy hogyha nekem még egy fél év kemoterápiát ki kell bírnom, és utána még fél évet, ha műtenek, akkor én abból nem jövök vissza. Úgyhogy aznap, amikor mentünk haza, akkor a szüleim is egyébként hasonló mocsokkot kaptak, mint én. Hogy mentek haza, édesapám az eltévedt az úton. Én is miközben kifelé úgymond rezignált állapottal néztem rá az orvosra. Bent éppen tányércsörömpörés és robbanások. Minden összedőlt, azt éreztem. Ebben a hangulatban mentem haza. Akkor a számomra így a valóság és a képzelet határvonalat, tehát az a világ, ami bennem van és ami kint van, az elmosódott. Az egy olyan sokkos állapot volt, hogy nem tudtam egyszerűen behatározni, hogy melyik a valóság, az, ami bennem van, vagy az, ami kint. Gyerekkorom óta számomra gyakori tapasztalás az, hogy úgy álmodtam, hogy én abból nem tudtam fölkelni, vagy nem tudtam megkülönböztetni álom és a valóság határvonalát.
Amikor, hogyha szép álom volt, akkor ez egy nagyon jó dolog, de hogyha egy rémálom, akkor ez egy szörnyű dolog. Akkor mindig valami elképesztő erős ütés kellett ahhoz, hogy fölébredjek. Már nekifutni falnak, és akkor se akkor ébredni föl, amikor éppen nekimész a falnak, hanem amikor már belecsúszol. Mert annyira reménytelenné válsz már, mert akkor elhiszed, hogy hoppá, most tényleg nekimentem a falnak, és amikor már belecsúsztam, akkor ébredtem föl mindig. Már egy picit így a kontúrok is elmosódtak, és amikor már elhittem, hogy ez mégsem álom volt, akkor ébredtem föl. Igen. Szóval én ebben a valóság és álom határvainak felkavarodásában értem haza. És azt éreztem, hogy nekem el kell mennem bulizni. Úgyhogy bár, és soha nem volt biopsziám egyébként, soha nem műtöttek előtte, nem biopsziám nem volt, nem műtétem nem volt, és ugye az is nagyon hozzásegített ahhoz, hogy felboruljon minden, hogy még soha nem kaptam annyi érzéstelenítőt, illetve nem tapasztaltam meg, milyen ez a érzéstelenített tudatállapot, amit ott megtapasztaltam a műtőasztalon, és utána. Szóval én elmentem bulizni. Eldöntöttem, hogy akkor elmegyek bulizni. Felszálltam, kimásztam össze az ablakunkon, mert a szüleim azok nem akartak elengedni bulizni. Úgyhogy kimásztam az ablakon. Felszálltam az első 28-asra, ami jött. Ott szemben ült egy dekoratív, tetovált leányzó. Megkérdeztem, hogy mit csinál, mit ad Isten éppen bulizni ment. Úgyhogy azt döntöttem, hogy akkor megyek vele bulizni. 5 megállón keresztül gyalogoltunk a szórakozóikban. Annak se nevezném, egy gyártelepig, ahol egy punk koncert volt. Nyilván látszik rajtam, hogy nem vagyok punk, de hatalmasat buliztam aznap. Úgy éreztem, hogy ha megteszek dolgokat, amiket amíg ez addig nem volt bátorságom, akkor az egész illúzió, vagy egész valóság, vagy illúzió, tehát az orvosi diagnózis az elindul. Úgyhogy eléggé ilyen bakancslistás este volt aznap nekem. Mindig is az volt az álmom, hogy beszéljek úgymond igazán őszintén egy lányjal, tehát úgymond ne csak azt ismerje, hogy milyen vagyok, milyen az a Patyi Máté, aki 5 deci vodkát megivott, és nem hallatszik éppen egy szórakozó helyen, mert ott nem lehet beszélgetni, hanem úgy valóban beszélni, úgy a valóságot. Tehát úgy beszélni, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. És akkor így beszélni. Mindig is akkor ki le akartam ugrani egy hídról a Dunában, mert nagyon sokat buliztam a Dunántúli, tehát a pesti oldalról átsétálva a budai oldalra, szórakozó helyeken. Mindig is akartam, be akartam ugrani a vízbe. Hát, vagy a Lágymányos hídnál volt ez a punk buli, ezért ez egy ideális alkalom volt arra, hogy ezt megtegyem. Mindig is ki akartam próbálni a füves cigit, és mivel jött ennek a lányzónak egyik a barátja, az házi termesztésű marihuannával tudott szolgálni, ezért az ideális alkalom arra, hogy én kipróbáljam ezt. Úgyhogy én ebben az estében eléggé szép dolgokat. Sokat, inkább így mondom, nem szépet, de sokat, sokat tapasztaltam. Ez számomra egy zenes este volt. Nem gondolkodtam, hanem éreztem. Mert sokaknak elsütöttem mostanában, hogy észrevették, hogy a gondolkodásnak az első fele az a gond. És hogy a megérzés, az a intuíció, az megérzés. És hogy
A gyógyír, az pedig a tapasztalás. Nagyon, nagyon szép a magyar nyelv. Nem lett itt vége ennek a történetnek. Végül hazasétáltam. Elmeséltem a történetet a szüleimnek, akik mondták, hogy nagyszerű, de most már ágyba. Most volt műtétem, biopszia, egy vágással a lábamon, nem kellett volna a Dunába beugranom. Hát jó. És aludtam. Nem sokat, egy 2 órát, reggel édesanyám ébresztett, és elmondta, hogy milyen szerencsés ember vagyok, hogy ezt az estét úgymond megúsztam. Hogy nem történt semmi baj. Semmi baj. Beszúrnám lábjegyzetnek a fodorákos haikuját, ami 3 negatív szó. Nincs semmi baj. Milyen jó, hogy nem történt semmi baj, így fogalmazott édesanyám. Mert meg is hallhattam volna. Vagy nekem akkor felborult teljesen a valóság és az illúzió. Ez akkor ott tornyosult. Azt gondoltam, hogy én akkor este mégis meghaltam. Hogy nekem ott van még a ruhám a Lágymányosi hídon, és igazság szerint benne vagyok valahol a vízbe, ez valahol a pokol. Hambas Bélát idézve, a pokolnak nincsen alja. Abban a zuhanás örök. Ez akkor kongott a fejembe. Meg nagyon sokat láttam én Fligauf Benedeknek a Csillogás című filmét, ahol halál utáni, halál közeli élmények tapasztalásáról, nem halál utáni, hát miket beszélek, halál közeli élmények tapasztalásáról beszélnek a film szereplők. És hogy abban is volt egy ember, aki öngyilkos lett, és ő nem értette meg, hogy ő meghalt, és ezt magyarázzák neki, hogy te tulajdonképpen halott vagy. De béke veszi körül, de ő még mindig abban a lázas tudatállapotban van, mint amivel az öngyilkosságot elkövette. Ezek akkor nagyon dobogtak bennem, de egy pillanat pillanat töredéke alatt, hogy akkor ez történt, és most örök zuhanásban vagyok. Tegnap még a haláltól féltem, most meg attól, hogy örök zuhanásban vagyok. Ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog. Én voltam a felkavarodott ebben. Mivel nem tudtam, hogy élek vagy halok, sőt, én inkább amellett szavaztam, hogy én ebben a szituációban. Sőt, én tegnap, tehát amikor beugrottam a Dunába, akkor meghaltam. Volt egy blackoutom, én elfutottam otthonról, és hát csak azt tudom, hogy mi az, amit így elmondnak, hogy történt engem, kiszedtek a, nem tudom, hogy hova, a nyugatiból valahova, Ceglédre tartó, talán vonat alól. Egyes szemtanú szerint én föl akartam ugrani erre a vonatra, mások szerint öngyilkosságot kíséreltem meg, én nem foglalkoztam ezzel. A következő képem az már a pszichiátria zárt osztálya, ahol szerencsére tudtam aludni, és ki tudtam pihenni magam. Akkor már megvolt a biopszia eredmény, és kiderült, hogy nekem olyan rákom van, ami erre nem szükséges a kemoterápia. Nincs ott 1,5 év kemoterápia protokoll, csak műtét. És azzal elviekben elengedhető ez a dolog. Más fokon kezd el az ember élni. Az, amikor 100%-ban kezdenek el beszélni arról, hogy te neked mennyi időd van 5 éven belül, az ismételném, hogy ez egy nagyon jó tükör.
és azokat, amiket előtte nem csinálsz, azt már teheted nem csak félelemből, hanem mehetsz. Mehetsz egy úton, és nem attól, hogy félsz, hogy mi az, ami jön szembe, hanem mész. Kapcsolatokat úgy építeni, ahogy gondoltad előtte. Hogy lehet őszintén beszélni valóban. Hát ha az egy ismeretlen lánnyal a 28-as villamoson sikerült egy punk buliig elmenni, akkor miért ne lehetne máskor? Úgyhogy én így kezdtem utána kapcsolatokat építeni. Minden kapcsolatomban a szeretet volt a váltópénz, tehát hogyha még hogyha ennek a kapcsolat vége is lett, vagy nem, tehát hogy még hogyha szakítás is van manifesztálódott, és akkor is megpróbálni úgy, hogy zsigeri őszinteséggel az egészbe. Most áprilisban is ismét szembenéztem egy orvosi diagnózis. Ugye tudjátok, hogy a ráknál az úgy működik, hogy utánkövetés van, tény, hogy történt nem egy amputáció, de fél évente megnézik azt, hogy akkor mi a szituáció. Most egy tüdőcétén azt állapították meg, hogy van áttét. Ez egy olyan rák, ugye, ami, ahogy mondtam, nem reagál kemoterápiára, csak műthető. Ez egy ilyen furcsa volt megtapasztalni a változást, ami az úton történt velem, hogy most egy sokkal rosszabb diagnózist kaptam, de most kint voltak könnyek, de bent csend volt. Bent azt éreztem, hogy csend. Sőt, amikor szobámban feküdtem és gondolkodtam, azt nem szeretek, de gondolkodtam, akkor egyszer csak ezt lelőtte egy érzés, hogy három pozitív szó, minden rendben van. Nem tudom, hogy honnan jött. Akkor éppen minden, amit korábban építettem, kapcsolat, az úgy tűnt, hogy bedől. Én épp a szerememmel csak levelezni tudtam, de ekkor egy elképesztő erős érzés fogott el, hogy minden rendben van. És azóta én ezt érzem. És amikor az orvosok azt mondták, hogy nekem már csak egy ilyen pallatív kemoterápia a következő választásom, ami. És hogy utazzak, meg mint hogy immunerősítsek, meg hasonlók, akkor éreztem, hogy számomra ez nem tükör. Hogy én bennem minden rendben van, akkor ez számomra ez nem tükör. Úgyhogy számomra ez a három pozitív szó most, hogy minden rendben van.